ez a mérkőzés esetleg a PIK Szegednek sikerülne behúzni, ez nyilván nagyon komolyat kell javulnia, hiszen a kupa döntőt leszámítva nem sok esélye volt. Még itt sem az első. Nagyon fontos lesz, hogy hogy tudnak belemenni a kezdésbe. Dudaszója után már egy irányításával, vagy milyen új klasszisok, új kézilabdázók érkeznek. Új éra kezdődik tehát majd Szegeden, de előtte még ezt a mostani átmeneti idét kellene lezárni, és úgy érkeznek ide a veszprémiek, hogy ahogy az elmúlt 10 évben mindig, hogy ezúttal is idegenben dőljön el a bajnoki cím sorsa, és idegenben lehessen ünnepelni. Megint egy szokás gól a hazaiaktól. Dera teszi tovább, Remili, Deszka ugrik a szérről, és ő teszi be a kapuba a veszprémiek vezetőgólját. Vezetnie most sem sikert. A szegediek talán ebben is egy picit meglepnék a Veszprémet, de ezek a... Jutott a PIK Szeged. Remili, ő is elszórja. García Andia indulhat. És Zitzerből kiegyenlít. 2,5 perc után megszerzi első gólját a házigazda is. Ja. Passzívnál támad a Telekom Veszprém, Fajlupa ugrik be, és becsapja Mikler Rolandot. Ezekből kellene talán a Szegednek, hogy ilyen gól. García Andia Bánhidi felé, elpöckölte Ligetvári, és indul a Veszprém, üres kapuba Fabregas. 3-1 a vendégeknek. Egyelőre nem igazán működik ez a 7-6. Miért? Nincsenek igaz. Martins, hetes. Szeged. Igen, és ne felejtsük el, hogy most Stepancsics is itt van, a váltótársa már a keretbe. Sostár is belőli a hetes. A kupadöntő nagy meccse volt, a bajnoki döntő első felvonása kevésbé. A Szegedék, a veszprémieknek a tökéletes hazai szezon is terítéke. Fabregas, micsoda bejátszás, ez is hetes. El volt egy kézzel. Jaja, nagyon becsapja Miklert. Búcsúzó Egyiptom és ragyogóan teljesít utolsó veszprémi meccsein. 6 gól a kupadönt. Primel. Macskovsek eljut Bánhidiig. Ez egy ragyogóan kidolgozott 2-1-es szituáció volt. Csak nincs meg a íre a pont, nincs meg a íre a pont. Igen, csak be kéne lőni. Remélik a kapufája, Corrales. Vissza a félpályáig kipattanót. Deszka megint. A széleken támadt helyzet most már nem először a Veszprém előtt, ez tudatosan így... Fel kell adni, fel kell kínálni. Eddig úgy néz ki, hogy nagyon komplex a Veszprém ma is. García Díaz. Remélé, ez is üres kapus gól. Márti is meg eladja a labdát. Remélé. Eldera. Középre tart, Mikler védi. Kitményével akkor nagyon komoly domináns különbség. Itt van Corrales. Remélé most sem kockáztatott. Jakja. Mikler. Kettőt egymás után. Ugye a 7 a 6. Macskovsek. Ez most jó. Fabregast szerik össze már a másik oldalon, és Bánhidi Remilivel ugrott össze. Elszabadulnak az indulatok a 6-oson belül. Igen, jó lenne mindenkinek megnyugodni. Én azt gondolom, ez a kapcsolat is egy picit régebbre. Karukol ki a pénteki mérkőzésen, 5 gólt is lő. Jakja eladja. Primel, üres a kapu. Följön 6-5-re a PIK Szeged. Ugye az üres kapus játéknál nyilván így van a Veszprém. Jakja. 7-es. A nagyobb 3 gólos előnye ugyan fogyott a Veszprém. És ő van ember előnyben. García Andia, Primel, és a gól.
Csodálatos bejátszás, és Mikler bravúr! Primel megint megkapja, de most nem lőtte be. Picit megtámasztotta őt Jakja. Nehezebb volt irányítani. Megfogni a Szeged, vagy a Veszprémet. Én azt gondolom, ez a helyes. Eldera szép gólja. Felmutatta, aztán a blokk mellett visszahúzta a 8. Veszprém. 150 is benne van. Sostarics. Korrá lesz. Most azonban jól tartják magukat. Megy is a labda, Báhidi, gó! Sikerül a labdát juttatni, és azt át tudja venni, akkor ott hatalmas lehetőség és zicser van. Deszka, 7-es. És védés Jakjára! 15 perc után 8-7 a Veszprémnek. Martins. Áll az óra, és itt is lesz egy 2 perc. Üres kapuval lehet 6-5 ellen támadni. 7-es ez is, Deszka. Fegyezetesek a játékvezetők. És ő is véd! Ez egészen hihetetlen, amint... Ki? Ez a védekezés nagyban megkönnyíti. Sandel befutás, Sandel gól. Nagyon elaludt Gaber. És itt is ki. García Andía kihagyja az ittszert. Remili belőtte. Ezek a szituációk, illetve ezeknek a szituációknak a kihasználásában. Martins. García Andía már passzív. Kidobja a pályáról. Remili. Eldera. Gyorsan jár a labda. Deszka visszajött és lő is egy nagy gólt. Megint kihasználják a Szeged eladott labdáját. 11-7. Miután fölzárkózott a Szeged 3-0-ás. Martins. Kifelé megy. És mellé lövi. Talán a fejét elérte, korán lesznek, én azt hiszem. Akkor még egy 2 perc. A fülé volt. Na, ahhoz igazol. Most meg labdát szerezés indít. Primel, Sostarics, és korrá lesz! Sandell a másik oldalon. Ha nem lövik a gólt, akkor kapják. És ez ma nagyon igaz. Martins. Szita, García Andía, na most ülő. Távon nehéz ellensúlyozni. Koszorotov. Bemegy a lövése, bár Mikler hozzáér, de talán a sánc is, és ez igen, egymás zavarták. Igen, megzavart a Rolit a blokk. És ugye a cserékre még visszatérve. És képtelen volt védeni. Báhidi kap jó paszt, belőtte. Báhidi megjátszása és az ő körüli játék az azért jobban működik ma. Ezt a lehetőséget feladni. Belül megy át Pesmálbe. Az utolsó 5 perc az első fél időben 13-9-nél. Korrá lesz. És Sostarics. Ugye a 2-es külső oldal. Koszorotov. Sandell. Próbált ritmust váltani a Veszprém. Koszorotov, hogy cselezte ki a védőjét? Komolyan beültette. Primel, az is gól. Gyors szegedi válasz. Igen, nagyon jól érvényesítette most azt a Szeged, amit az előbb én... Máé, megy a szélre a labda. Vajlupau, nagyon-nagyon nagy helye volt. Nagyon higgadtan játszott a Veszprém ebbe az ember előnyben is. Szita. García Andía. Báhidi. Nagyon kockázatos passz volt. El is megy a labda. Deszka. Üres kapu. Megint öttel vezet a Telekom Veszprém. Igen, és ha megnézzük majd a lassítást, láthatjuk, hogy gyakorlatilag 3 ember volt Báhidi Bencén. 3. Nyilvánosságra hozott szegedi feljelentés miatt elég jelentős fügykoncerttel köszöntötték a szegedi szurkolók. Martins irányító befutásból, ez most szép bejátszás volt. Egy
nyilván az idővel is. Koszorotov, Imsgard, a kipattanó Sostaricshoz kerül, Szitazitzerben, gól! Úgyhogy 16-13 a végén. Helyzeteket, amik... ...a PIK Szegedet, ennek most fordulnia kell, hogy a bajnoki döntő és a bajnokság ne érjen véget 30 perc játék múlva, itt a második félidő elején. Eldera. Veszprémi oldalon visszajött a kezdősor, és Jakja a blokk mellett szépen lefelélő egyet. Igen, azért hita a változás a kezdőcsapathoz képest, Macskovsek helyett ő van bent a második félidő elején. Primer! Komoly problémát jelent. Remélik közel megy, Imsgard véd, és az már kint volt. Itt viszont dicséret illeti a szegedi kapust, nagyon szép. Ő viszont most azért masszírozta a játékvezetőt. Szita! Ott a Bencétől. Remélé, újabb üres kapus gól. De egyből kapnak egyet, ami elkerülhető lenne. Bánhidi, belőtte! Állíthatatlan. Eldera, Deszka, nehéz szögből. Elderát is meg kell dicsérni, mert azért szinte a földön fekve adta a gólvédő csinálhat. Stepancsics, Corrales, Remili, mint a blokk mellett. Sokáig örülhet. Eldera majdnem. Gaber. Szokták mondani, hogy egy ilyen kétméteres óriásoknak nem a legszerencsésebb, hogyha a bokájukhoz érkezik a passz. Gabernek odaérkezett, mégis megoldottad a visszarendeződést. Szépen megoldottad. Gaber most jobban kapja, de most kihagyja. Nagyon szépen. Tizedik védése a spanyolnak. Eldera mellé lőtte, de előtte kapott egy pofontba. Fabregas kapja Remilitől. Gaber, és egy újabb Corrales bravúr. Eldera belép, belövi. És a szokásos 22-17. Hányszor láttuk ezt? Akár csak ebben a döntőben, vagy az egész szezonban az egymás elleni meccseket. Macskovsek. Martins. A mai nap során, amelyik a... Visszafog. Macskovsek. Szép volt lő. Jakja. Ő meg könnyű volt lő. Hihetetlen, hogy ezt nem tudják megakadályozni egyszer sem a szegediek. Igen, ugye olyan... Martins. Mellé megy a cunder. Eldera. Fabregas. Most lefordult, mert most nem Bahidi, hanem Sostaric volt mögötte, jól kereste a partnerét. Gáber üresen maradt, és a bokájához kap. Ráléptek, mit láttak a videón, és milyen döntés születik az alapján. Igen, és ugye a 7-6 miatt gyakorlatilag 40 perce támadásba, védekezésbe a pályán van Gáber. Jensen jött a 7-esre, nem tud védeni Sostaricnak. 24-20. Igazdának. Remili. Fabregas. Nem lőtte volna. Széle nem volt Zoli. Meg a kapuban. Stepancsics. Gól! Eléggé. Jakja, ahogy Bodót behozták, Remili egyből rajta kezdett el egyegyezni, és csinált előnyt, hogy aztán Jakja gólt lőjön belőle. Igen, és Remilinek a... Bodó. Tovább megy, és gólt lő.
játékos, aki nem csere miatt nem tudott lemenni. Remélem megint test mellett lő. Nagyon passzív a szegedi hármas védőknek a tevékenysége, gyakorlatilag mindenfajta zavarás és minden. Vissza is hozzák Miklert a szegediek. Stepančić. Ligetvárin verekedte túl magát. Eljut Nilssonig, belövi Nilsson. A 10 év után búcsúzó csapatkapitány a döntő második meccsén is beköszön. Én azt gondolom az indokolja, ott kap nagyobb szerepet majd. Stepančić. Helyet csinálnak neki, kihasználja. És amiben Corrales benne volt. Aki a kiejti. Stepančić. Bodo. Remili. Még bent is. Eldera. Meg itt eladja a Veszprém. Hívta az övéi figyelmét, hogy a visszarendező. Ugye beszéltünk a visszarendeződésről, beszéltünk az emberelőnyök kihasználásáról, beszéltünk az ígyszerek, és ebben a gyors középkezdés után a visszarendeződés megszervezésében gondjai vannak a Szegednek. Ó, kihagyja. Passzív lett a játék. Sandel. Sandel gól. Sandékból Veszprémi gól. Sostarić, Corrales. 2 perc. 2 perc. Jensen kivédi. Remili. Nilsson. 7 méteres ez is. Most a Veszprém Mai kezébe adja ezt a hetest. Aki átejti Miklert, 30-24 a Telekom Veszprémnek. A vendégszurkolók már talpon, és ugrálnak a 6 gólos előnyt. Jelinic, Jensen maradt a kapuban, kap egy gólt a horvát szélsőtől. Remélem most egy kicsit el siette ezt a támadást. Sostarić, de javítani tudott, hetes. Most meg megkapja felfelé. 31-26. Stepančić. Bánidi. Gól. És kihozta nekünk. Lőni kell. Koszorotov. Nem lőtt. Kivédekezte a Pixeget. Most viszont ebből így emberelőnyben még gól kell. Macskovsek. Jensen védés. És a játékvezetők se számoltak. Igen. Koszorotov, mellé, Bodo, Stepančić, le a szérre, Jelinic, befejezték. Kakja, Remili, bejátsza, Fabregas bedobja. Van-e idő ilyen hosszú játékra? Így nincs, így biztos, hogy nincs. Stepančić adja el a labdát. Eldera, Mikler véd, Vajlupau, bent van. Megint 5-tel vezet a Telekom Veszprém. És már csak 3,5 perc van hátra. Zanatos jól leírta az egész mérkőzést, és talán az egész döntőt. Ezt ilyen szemvédőt azért uralta a Veszprém, ez a 4-5 gólos különbség szinte állandó volt. Fabregas kihagyja. Az egyszer 17-15-nél tudott 2-re felzárkózni a Pixeget. Az se. Eldera. Bodo mellett. 7-es. Mai első szándékból. Kogyi csapat, de abszolút kézben tartotta a történéseket. Jelin is befutásáról, most nem maradtak a védők. De ma, amikor kellett, akkor megint nagyon-nagyon higgadtan és nagyon jól eredményesen játszottak. Stepančić fölmegy még, Jensen üti el. Őben tudta nehézé tenni a Veszprémiek számára az egymás elleni partikat a Szeged csapata. Csak sérülés ne legyen. 7 év óta először sikerül megnyerni a Magyar Kupát és a bajnoki címet ugyanabban a szezonban, Momir Ilić vezetésével.
együttesét. 9 éve fordult elő utoljára. Mostként a csapatkapitány András Nilsson veszi át, és megkezdődik az ünneplés, mert hogy a 2023-24-es KNH férfi kézilabdaliga bajnoka hibátlan, 100%-os teljesítmény.